Az elmúlt esztendőt értékelte Tóth Kálmán önkormányzati képviselő. Gálosvai Tímea intézményvezetővel beszélgettünk a Vasvári iskolában. Sok újdonság történt a Sándor Frigyes Zeneiskola életében. Augusztus legfontosabb eseményeit gyűjtöttük össze. Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Tóth Kálmán, a 9-es választókerület önkormányzati képviselője a 2022-es esztendőre visszatekintve azt tartja nagyon fontosnak, hogy a rajta Újváros Egyesület képviselői elérhetőek és választási ígéreteiket lépésről lépésre hajtják végre. Tóth Kálmán a 9-es választókerület önkormányzati képviselője éves visszatekintését egy egész Dunai várost érintő kérdéssel kezdte, olyannal, ami minden itt élő ember életét tette könnyebbé, egészen pontosan világosabbá. Azt gondolom, most elég hideg van, már -4 fok körül lehet, de süt a nap. És amit ígértünk a rajta Újváros Egyesület nevében, hogy legyen fény Dunaújvárosban, azt megvalósítottuk. Szép lassan, fokozatosan megyünk tovább. Bízok benne, a jövőben is tudunk még fényt adni ebbe a városba. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos programunk volt, és ezt végre is hajtottuk. Egy képviselő munkáját nagyban meg tudja könnyíteni, ha a körzetben élőkkel minél szorosabb, esetleg napi kapcsolatban tud lenni. Ez a fajta kommunikáció problémák, hiányosságok megoldásában is sokat jelenthet. Tóth Kálmán elmondása szerint e tekintetben sem panaszkodhat. Szeretném megköszönni a lakóknak azt a segítőkészséget, amit felém irányítottak, mert azt gondolom, hogy nincsenek fogadóórák, ugye pandémia volt, meg egyebek, nagyon sok e-mailt és megkeresést kaptam, és sok észrevételt, hogy segítsek ezen, segítsek azon. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség egy körzetnek a képviselőjének, hogy megtaláljuk a problémákat, és megkeressük a megoldásokat. Ilyen megoldások voltak a padok, a szemetesek és egyéb más, a buszjáratok és egyéb, ami felvetődött, azokat is próbáltuk megoldani ebben az évben. És azt gondolom, a legnagyobb, amit csináltunk, az a Szabadság utcában volt a járda felújítása. Nem kevés pénzbe került, de azt gondolom, hogy ott már azért megtettük a mozgáskorlátozottaknak is a lehetőséget, hogy fel tudjanak menni a járdára. Mert hát azt gondolom, a körzetben nem szabad elfelejteni, hogy egy Városvédőkújtelepület Egyesület, akinek az éves programjait színesítik az új telepieknek az életét. Azon is mindig részt veszünk, és egyre többen vagyunk, akik segítjük ezt a programot. Dunaújváros abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagyon sok zöld felülettel rendelkezik, és azt lehet mondani, hogy egyre többen veszik ki részüket a városrészek virágosításából. A Békevárosrész sem kivétel. A Békeváros részben, ahogy a város virágosításért is voltak a díjátadások, lehetett látni, hogy a Békeváros részben egyre több lépcsőház előtt megjelenik a virágoskert. Hát Újtelepről ne is beszéljünk, mert gyönyörűséges dolgok vannak Újtelepen, különböző előkertekben, a többiekben, de itt akár mögöttünk lévő virágoskerte is, hogyha nézzük, a lakó saját magának kerítést épített és elkezdte csinálni a virágoskertet. Egyre szebbé tesszük a városunkat, a városrészünket. Ez egy nagyon fontos dolog. A jövőre vonatkozóan Tóth Kálmán elmondta, hogy az eddigi munkáját kívánja folytatni, utak, járdák felújítása, a városrész tisztántartása a cél. Bár még csak augusztus vége óta tölti be a pozícióját, már is sok szép élménnyel és értékes tapasztalattal gazdagodott Gálosvai Tímea, a Vasvári Pál általános iskola intézményvezetőjeként. Évértékelő sorozatunk egy állomása volt a sportiskola, ahol a régi értékeket az új energiák felhasználásával őrzik tovább. Ezek a felvételek a Vasvári Pál általános iskolában készültek, ahol az intézményben a Vasvári Hét részeként egy teljes héten át kiváló programok várták a gyerekeket. A kezdeményezés az első nagyobb rendezvény volt azóta, hogy Gálosfai Tímea vette át az intézmény vezetését. Pozícióját augusztus vége óta tölti be. Évértékelőjében az elmúlt hónapok legfontosabb tapasztalatait összegezte. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis közösséget sikerült megismernem, és rövid idő alatt megtaláltuk azt a közös hangot, amelynek a mesdjéjén most is haladunk, és az elmúlt 3 hónapnak a tevékenysége nagyon jól igazolja azt, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző együttműködés, ahol a kollégákban rejlő
fantasztikus tehetséget és erősségeket megtalálva, azokon tovább lépve, és a saját erősségeimet belevíve ezekbe a dolgokba, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó vasvári iskola indult el. Az intézményvezető szerint a vasvári hét és azon belül is a hétkarikás játékok azért is volt különleges, mert kialakult, pontosabban tovább erősödött egyfajta együttműködés az oktatási intézmények között. Ez egy olyan pont, amelyre a későbbiekben is építhetnek. Szívem csücske volt a hétkarikás játékok, tehát ezt most egy kicsit megint felszínre hozom, mert úgy gondolom, hogy sikerült megmozgatni a városi iskolákat, és egy olyan sportprogramra elhozni őket, ami varázslatosan jól sikerült, és mindenkinek pozitív visszajelzést adott, és másokat úgy megmozgatni, hogy szponzorként is jelen tudtak lenni. Arra a kérdésre pedig, hogy mit tartogat a jövő az intézmény számára, Gálosfai Tíme a következőt felelte. Reményeik szerint fejlesztéseket, további újdonságokat, ehhez persze rengeteg munkára lesz szükség. Mondjuk úgy, hogy 3 pályázatot indítottunk el itt az intézményben, ezeket mondjuk egy kicsit babonának, hogy nem említem, hiszen a pályázat megírása és elnyerése az egy-két különböző dolog, de ez már mutatja, hogy elindultunk egy fejlesztési irányvonalon, ami főleg az udvari infrastruktúrának az irányát célozza meg. Ugyanakkor itt bent, mivel egy sportiskoláról van szó, és azt már azt gondolom, hogy mondhatom, egy olyan tornaszoba kialakításán most már mondhatjuk úgy, hogy 50%-ban meg is beszéltük ezeket a dolgokat, amiben sportegyesületek összefogásával hozzuk létre, és a testnevelésnek egy újabb szinteret adunk itt az intézményben. A vasvári iskola közössége számára tehát igen mozgalmas volt az elmúlt esztendő, bár még csak rövid ideje dolgoznak Gálosfai Tímea irányításával, az eddigi pozitív tapasztalatokra lehet építkezni a jövőben is. Szép számú tanulóbázissal, tervek és elképzelések sokaságával vágott neki a 2022-es esztendőnek a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola közössége. Dörr Gabriella intézményvezető összegezte az iskola esztendőjét, és felidézte a legsikeresebb programjait. Rendkívül sikeres éve volt a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola közösségének. Az intézmény kötelékében immáron több mint 450 fiatal tevékenykedik, sőt, Dunaújvároson kívül is 2 további telephellyel bővült az intézmény. Dörr Gabriella intézményvezető összegezte az oktatási intézmény elmúlt esztendőjét, kiemelve a legörvendetesebb eseményeket, találkozókat. Szerencsére a növendék létszámunk egyáltalán nem esett vissza, még a COVID ellenére sem. Ez valószínű köszönhető annak, hogy azért a nyílt napot meg tudtuk tartani, még COVID idején is kint a téren, hogy jöttek az óvodások is, meg az iskolások is, ilyen kis koncertet adtunk, meg ebben az elmúlt évben, a tanévben, a benn már rendes keretek között is, úgyhogy még túljelentkezés is volt. Most elmondhatom, hogy ebben az évben nem kellett pótfelvétel tartani, és több hangszerből várólistánk is volt, úgyhogy ez nagyon nagy siker számunkra. Bár a koronavírus járvány időszakában az intézmény közössége és az online térbe szorult, a pandémia bezártságát követően sok-sok koncert, fellépés és rendezvény várta a gyerekeket. A zenés események mellett rajzpályázatokat is hirdettek, illetve sikerült jó kapcsolatot kialakítani egy zakopánai lengyel testvérintézménnyel is, akik delegációja Dunaújvárosba is ellátogatott. Nagyon fontos dolog volt az elmúlt évben, hogy sikerült testvériskolai kapcsolatot kiépíteni a zakopánai város zeneiskolájával. Ősszel mentünk ki oda 2 kollégámmal, ahol aláírtuk az együttműködési megállapodást, és nagyon örömünkre szolgált, hogy májusban eljöttek hozzánk, meghívtuk őket, és egy nagyon jó kis koncertet adtak itt az evangélikus templomba, volt közös produkció a mi növendékeinkkel is. Nagy sikert arattak tovább az intézmény tanulóinak egyéni, páros és csapatos produkciói is. Fúvós találkozók, hangszerbemutatók, egészen változatos paletta az év során többször is. Voltak találkozók, regionális fafúvós találkozó, zongora találkozó, hát nagyon sok mindent tudnék felsorolni, a hagyományos Sándor Frigyes hét rendezvényei, a mesterek és tanítványok, az mindig egy jó kis programot, ugye ott a szülővel vagy a nagyszülővel játszik együtt a gyerek, tehát egy közös produkciókat adnak elő, ez mindig nagy élmény számunkra. A harmonikások is nagyon szép eredményeket értek el, ők is voltak versenyeken, meg
mindenféle fesztiválokon, pünkösdi koncertet is szerveztünk, ez a Mesterek és Tanítványai címmel, ott is mindig közösen játszanak a tanáraikkal a gyerekek. A zeneiskola számára tehát egyértelmű siker volt a 2022-es esztendő, és meg annyi újdonság várja majd a tanulókat jövőre is. Hatalmas sikert aratott a Szikirox nagy koncertje, megnyitott a Flame Bistro a szigeten, kenyérszentelés, majd a parázsvarázs programjai szórakoztatták a lakókat és környékbelieket, illetve tárlat nyílt a vasműben készített alkotásokból. Ezek voltak 2022. augusztusának legkiemelkedőbb eseményei. Idézzük fel ezeket a pillanatokat együtt. Háromnapos rendezvény részeként ért vissza a City Rocks csapat a Dunai városba. Míg pénteken a kempingben egy kisebb koncert sorozat várta a látogatókat, addig szombaton következett a mindenki által várt nagy koncert. Stábunk is jelen volt a legnagyobb látványosságot jelentő 150 fős koncert főpróbáján, majd az esti rendezvényen is, ahol a befektetett munka meghozta a vélt és várt sikert. A szervezők egy óriási színpadot állítottak fel a zenészek számára, akik az idei évben is elkápráztatták a szép számmal megjelent nézőközönséget. A várakozásoknak megfelelően hatalmas sikert aratott a 150 fős közös koncert a Szalki-szigeten. Ezúttal Magyarország legnagyobb zenekarának legfiatalabb tagja 8, míg a legidősebb résztvevője 73 éves volt. Szép számú vendéget fogadtak a Remix üzemeltetői az intézmény terasznyitó rendezvényén. A létesítmény egy mozgalmas munkával teli időszakot követően kiváló programok sokasságával kezdte meg augusztusban a vendégfogadást, mely az eddigi tapasztalatok alapján nagy sikert aratott a látogató körében. Augusztus 5-én volt a terasznyitó, amely rögtön egy teltházas eseményén nőtte ki magát. A rendezvényen lehetőségünk volt kikérni a látogatók véleményét is a megújult Remix-szel kapcsolatban. Pataki Attiláné számára az eddigi tapasztalatok pozitívak. Ő az egyike azoknak a vendégeknek, akiknek volt összehasonlítási alapja az idősebbek által is ismert egykori szórakozó helyről. A 80-as évek korát idézi ez a Szabastrand nekem, rengeteget jártunk ide, nyáron fürödni, télen korcsolyázni, a Remixbe is sokat jártam, a Bejem sokat volt itt DJ, úgyhogy még diszkóba is jártunk ide, nagyon jó volt, és igazából nagyon-nagyon jó, hogy újra megnyitott. Tulajdonképpen szerintem ez egy gyöngyszeme lesz a városnak, hogyha mindenki megbecsüli, vigyáz rá és tiszteli. Az összetartás! A hit és a remény. Ünnepi kenyérszentelésre invitálták az egyházak képviselői és Pintér Tamás polgármester a városlakókat augusztus 20-án délután 13:30. Településünk első embere köszöntőjében a sok eső nyomán Noé bárkájára reflektált, majd a Szent Istváni örökség részeként a hit és a remény fontosságát hangsúlyozta, a jelen és főként a közeljövő kapcsán említve a megszorításokat és az infláció fenyegetését is. Háborúk, vírusok, gazdasági válságok sújtják nem csak az egész világot, hanem az országunkat is. És azt is láthatjuk, sajnos nagyon pontosan, hogy mi készülődik Magyarországon, mi készülődik a világba, milyen gazdasági válság jön a következő időszakban. De Isten mégis mindezért választotta az özönvizet, amely bár fájhat mindannyiunknak, de el kell, hogy törölje a földről a gonoszt és az igazságtalanságot. Változatos és gazdag kínálat kényeztette az önkormányzati augusztális résztvevőit. A gyermekprogramok és a grillparti mellett az estét is nagyon várták már a kikapcsolódni vágyok, hiszen Majoros Péter, azaz Majka adott 2 órás koncertet a Szalki-szigeten. A terület megtelt rajongókkal, Majka hatalmas bulit csapott a Szalki-szigeten. Na jó, figyelj! Azt akarom kérdezni, hogy itt van minden, ami kell, augusztus 20-án, igaz? Lángosabb ettem, lehet, hogy egy kicsit fog hányni majd valamikor. Koncert előtt közvetlen ilyen fokhagymás sajtos tejfölöst betolóztam. Legjobb, igen. De lehet, hogy majd kimondom az óriás kígyó nevét valamelyik izében.
Na, de azt szeretném kérni, hogy aki ma eljött, aki ma jelen van, az szeret-e szórakozni? Településünkön hosszú évekre visszanyúló hagyománya van az Acélszobrász Alkotótelep névre keresztelt kezdeményezésnek. Az akció részeként szakmai zsűri által elbírált pályázatok nyomán képzőművészek kapnak lehetőséget arra, hogy a vasmű berkein belül alkothassanak. Bár az elmúlt években a koronavírus járvány már-már végleg megpecsételte az alkotótelep sorsát, Deák Nóra, a Kortárs Művészeti Intézet igazgatója örömmel számolt be arról, hogy ismét az intézményük adhat otthont a művekből készített bemutatónak. Az eseményre nem meglepő módon szép számú kultúra kedvelő volt kíváncsi. Minden ilyen kiállítás megnyitó Kortárs Művészeti Intézetben egy hatalmas ünnep. Vannak nyilván nekünk is különleges ünnepeink, ez a mai esemény ezek közé számít, mert egy csoda, hogy egyáltalán megrendezhetjük. Ezek voltak 2022. augusztusának legfontosabb eseményei. Híradóinkban folytatjuk visszatekintésünket a mögöttünk hagyott esztendőre. Munkatársai nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.